Sziasztok, sziasztok, itt Miharu, és köszöntelek titeket újra a Parapénteken, ugyanis aki esetleg nem követi a csatornát és csak rákatintott a videóra, ez már megint kicsoda, mindegy, egy pillanat, csak éppen keresnek telefonon, mint mindig, persze amikor elkezdek videózni azonnal. Nos, igen, tehát akkor az elmesélném, hogy volt egy kicsi egy 2 hetes úgymond pihenő, ugyanis megsérült a szemem, és ugye kellett egy hét nagyjából, mire meggyógyult, és kellett még kb. Még egy hét, hogy ez a sérülés teljes 100%-osan meggyógyuljon. Most már úgy érzem, hogy jobban látok. Sajnos a szaruhártya megsérült a szememen, és ezért ugye 4 napig nem láttam semmit, de úgy, hogy mind a 2 szememet ugye csukva kellett tartani, ez be volt kötve, hogy a sérült szem sem, ugye az sem mozogjon. És miután már ki tudtam nyitni, már nem volt fájdalom, hála jó Istennek, utána még mindig azért kellett egy pár nap, mire így a sérülés, ugye, úgymond a szaruhártya visszanőtt, ugye, ami, mert ugye sajnos kijött belőle egy darab, egy kicsi, de az piszkosan tudott fájni. És kb. Még egy hétnek kellett eltennie, hogy most már annyira lássak, hogy tudjak normálisan videózni. Homályos volt a látásom nagyon sokáig, és borzasztóan zavart, nem tudtam elolvasni egy, és már féltem, hogy esetleg, hogy szemüveges, vagy egy éppenséggel kontaktlencsé hordozó leszek. Hordozó. Nem, mint hogyha az valakinek is gáz lenne, csak hogy a sérülés miatt ez így nem éreztem annyira fairnek. Na mindegy, de nem lett volna egyébként óriási katasztrófa, de azért kicsit be voltam tojva, hogy a látásom megromlott. Úgyhogy most már el tudom olvasni az írásokat, és nem kell, 1 méteres távolságon túl nem láttam. Sajnos. És nem tudtam elolvasni semmit. De most, és ugye ráadásul, hogyha így ülök, monitort nézem, akkor nem láttam jól magát, a játékokat sem, mert kipróbáltam. Sőt, a tévét sem láttam jól. Úgyhogy ez már mai napon megváltozott, pontosabban 3 napja már látok. Konkrétan tényleg 3 napja. Nincs ez a homályos látás, úgyhogy megpróbálkozok videózni nektek, úgymond Parapénteket tartani, hogy ne legyen ebben 1 hét, pontosabban 2 kimaradt, úgyhogy bocsánatot kérek. Mert általában előre felveszem a videókat, de ez most nem így volt, és nem készültem föl. És nem is hittem volna, hogy lesz egy sérülés, ami miatt be kellene tároznom előre a videókat. De hát most ez így. Na jó. Kezdjünk is neki, úgymond. Ja, és még bocsánat a sminktelen esetlegesen ronda fejemért, de még nem merek a szemem miatt sminkelni, úgyhogy ezt még hanyagolom, úgyhogy ha mondjuk vízi hullának nézek ki, akkor az jogos. Na de, és megpróbálom nem túlságosan szétbigyuszkálni a szememet, úgyhogy ha mondjuk már úgy érzem, a játék közben, hogy elfárad, közben átváltok, mert a hangot már halljuk, és én látom is, úgyhogy akkor igazából, akkor majd utána megállok benne a játékban, és de azért igyekszek egy fél órát kitenni, jó? Tudom, hogy 1 órás videók szoktak lenni, általában a Made of Scare-ről, de most ne haragudjatok, nem akarom túlerőltetni a szememet, és cserben se akarok titeket hagyni, ezért lesz folytatás. És mivel nekem a videójáték üzletben a szezon az most van, ugye Black Friday, új Xbox megjelenés volt, nem olyan régen, stb. PS5 nem sokára,
és minden hasonló finomság, ugye új pókember, Assassin's Creed Valhalla, mit tudom én, majdnem sokára, ha nem tolják el megint Cyberpunk, meg mit tudom én, hétvégi streamek valószínűleg azok el fognak maradni, tehát nem hétvégén lesz a stream, hanem hétköznap valamikor, vagy ha hétvégén is, akkor délután, tehát este, amikor én végzek a munkába, úgy az új rendelet miatt, én este 7-ig dolgozhatok, és ugye 8-ig haza kell érnem. Úgyhogy ha lesz is stream, akkor 8 óra után fog megtörténni ez a dolog. Egyelőre ennyi, csak úgy tisztában legyetek a miértekkel, hogy mi miért történik. Na, elmentjük még egyszer. Oh, hú, vaj, ott tartott. Ó, de hangos, ezt el is felejtettem. Most hol vagyok? Itt van. Ha egyszer vesztek 7.1-es pülest, higgyétek el, megéri. Tudom, hogy hol jár, itt van hátul a hang. És így, ha jár, sétál előre, akkor így jön. És ha itt van előttem, akkor itt van, akkor mind a kettő szól. És ha megy arra, akkor meg a másik fül is. És mind, tudod, hogy hol jár az ellenfél, eszméletlen jó. Megállt. Na. Megállt előttem. Előttem van. De miért? Menj már innen! Mögöttem jön. Nem látom. Jaj, tudom, hol vagyok. Miért vagyok itt? Ja. Igen. Van föl. Valamit. Tuti, itt kell keresni, hát... Felé. Nem hiszem el. Ne... Én most csak azért kérdezem, nektek nem homályos a kép? De hülye vagyok, hát nem válaszoltok. Taj, elfértem, hogy nem streamba. Bocsánat. Istenem, miért vagyok ilyen Mi az kéne... még megvan, mit kell csinálni! Itt fölöttem ez a izé... Fölöttem is van még egy...
Ezt nem hallotta? Jó. Na. Most megint erre jön, hogy rohadtam. Bocsánat. Nem a szopac! És oda ki... Ó, oda, megvan, megvan. Oda kéne elmenni szerintem. Még a túloldalt is lett volt ilyen izé. Szemet átugorni, hagyjuk már. Innen. Na jó, már hagyjál már békén anyádat. Mi az? Nem tudom. De honnan tudja? Már. Ez kéne egy kulcs. Ez fasság. Mennyi? Hol van már? Ne idegeskedjé! Elég csak nekem idegeskednem. Ah, baszki! Baszki! Ah! Mennyi nem! Nem futhatsz be! Takarodj! Ez a játék lekészít az életről. De legalább az egyiket leízzi, hát a másik az le van zárva. Le van zárva. Ahhoz kéne egy kulcs. De honnan? Hogy befeszült lettet? Ne idegeskedjé! Oha! Oké. Nyugodtság van. Ja igen! Erre emlékszem. Jó. Ja, hogy az. És a tízes fürgény. Közben ég. Oké. Nem tudjuk semmit.
ezt hagyjuk, ezt kamu. Kamu. Az a világos. Nem láttam, hogy mehetne benne. Most látom, de... Ez mekkora izé már. És belóg a fejbe. Na, jó. Ez a játék nem. Nem akarja az igazságot. Ez a direkt engem itt izélged. Ez kegyetlen. Én azt mondom... Hogy kell a... Aha. Hát ezt benyakoltuk. És akkor most itt vagyok, és akkor itt van a mentés. Ez az izé kulcs, de nem tudtam bemenni. Ott nem tudom, kérdőjel. Ez itt nyitja a bigyót. Itt is egy mentés. Ez egy kérdőjel. Vannak itt még ilyen dolgok. Hát jó. Ja, igen, nem lehet bemenni. El van barikádolva. Hát jó. Szomorú a helyzet. Azt kell mondani. Jó, hát... Ez mekkora... Tök jó. Jó, hát... Ez mióta van nyitva? Ó, de csapda lesz ez. Nagy baj van. Houston. Mit kell csinálni? Nem tudom. Meg kell... Nézd a festményt, hogy mi van. Hajótörés. Igen. És akkor...
Ja, hogy ez gong, várja. Hú, de be vagyok halucinálva, hallod? Nem látom. Kréta. Ó, baszki, nagy baj lesz. Ez Elizabeth, ahogy a csajom. Milyen jó rukája van? Hol van? Ha nem elég, hogy nem jó a szem, most meggyógyult a szemem még ezzel is. Hallod, ez a játék tuti az. Igen, kihagytál egy két hetet, szopjál. Matilda Norton. Hát, ennek levágták a fejét. Oké. Na de várja, innen indultam. Innen. És... innen pedig... így ebbe a szava mentem be. És eljutottam ide. Azt meg hogy? Azt nem... Ezt elmentjük. Én nem tudom, mi történt. Nem tudom. Ugye bejön? Vagy nem? Most itt vagyok, és át kéne menni. De most, várj, mit szereztük? Kottát. Megvan a kotta. Most kéne... Zene baba. És ez miért jó? A fonográfokat is lehet. Aha. Jó van. Hát az mit az ideges? Közelébe se vagyok. Várja, ez megvan. Kell kettő, ugye? Azt nem szeretném meg. Fele beszélni, hát. Látok,
átmegyek ide, és hát ezt valahogy ki kell nyitni. Tehát... Mit a döges? Belementem abba a ködbigyóba. Akkor várja, hol vagyok? Vissza. Idegeskedj már. Zsebbaszal mentem be! Ez valami nagyon nem stimmel ezzel a... Aha! Hát itt semmi, ami? Tűz. A zenélő baba, azt kell... Annyira be voltam szívva, hogy ezeket meg csak képzeltem, vágod? Ezeket a sirályokat, meg a sirályokat. Sasok. Na de várjál. Hol volt ez az... Bementem ide és itt zennél. Ahol jaj, ott lesz. Ó, baszki, más király. Elmentem. Szállni a gépezet. Erre nincs még a kulcs. Ugye ez a... Tudom, hogy valójában miért veszem vissza a levegőt. Az már forró. Ez elégett. Na de várjál, akkor most csak... Csak nincsen már szükszom. Nem akarom használni. De van itt kés, meg ilyenek, hát mi nem szúrjuk fejbe már, hát. Ott vagyok, hogy elvazik ilyen elzombosult. Itt is.
is lennie kell egy. Fölöttünk van. Mi mellettünk? Az ajtó mögött, de hát itt nincs. Hallottam, hogy valaki megint sír. Vagy az a csávó sír még mindig? Ez kemény. Miért? Na. Jó van! Hagyja békén! Nem vagytok nekem szimpatikusak! Senki nem jön el a suli bulimra. Jó van már! Ne legyél ideges, én is ideges vagyok, nem tudod, hogy áááá, tiszta ideg vagyok! Mindenki engem piszkál. Ez ilyen szivatóbál. Kimaradsz. Ah. Szóval hozzá van, de miért? Kellett volna hozzá van. Már nincs több ilyen alkohol. Alkohol problémáim vannak, alkoholt akarok. Ajjaj, de legalább el van mentve. Jó, mindegy. Jól van. Szerintem, hogy ne erőltesem kicsit picit se túl magamat. Annyira. Tudom, hogy nem volt olyan hosszú ez a fél óra, mert az első 5 percre beszéltem. De azért remélem élveztetek ezt a kis játékot. Ígérem, kicsit legközelebb több lesz. Meg lesz az 1 óra. És igyekszem nektek majd streamelni is. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és találkozunk legközelebb, következő hét parapéntekén is, hiszen akkor tovább fogom folytatni ezeket a parás videókat, ahogy megszokhattuk, ha nem történik valami, hogy előtt egy busz, vagy ilyesmi. Úgyhogy, vagy éppen az egyik legrosszabb, hogy nem látok, tehát nem tudok videózni, tehát hogy... Most ott a videózni tudok, de hogy csukott szemmel, az úgy... Na mindegy, de azért értitek. Jó, hát igazából ez a rész, már ebbe is elhaladtunk egy bizonyos szintig, úgyhogy igazából én köszönöm, hogy itt voltatok velem, és köszönöm nagyon a megértéseteket is, igazán hálás vagyok érte, úgyhogy igazából találkozunk legközelebb is, remélem, hogy itt lesztek, és minden támogatást nagyon szépen köszönök, és igazából szép napot kívánok nektek. Sziasztok! Tin 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 tin.